és hozott mindenkit. Nem megyünk tovább, ahogy az előző alkalommal is elmondtam a zsidókhoz írt levélben a mai alkalommal, hanem a 110-es Zsoltár fogjuk megnézni. Ennek az egyik oka az, hogy ez a Zsoltár, ez nagyon kötődik a zsidókhoz írt levélhez. Van, aki a Zsoltár első és negyedik igeverse miatt azt is mondja, hogy tulajdonképpen a zsidókhoz írt levél egy kibővített kommentár ehhez a Zsoltárhoz. Kiragadva az első és a negyedik igeversét is, ahhoz fűz egy kommentárt. Természetesen ez szerintem egy túlzó állítás, de az biztosan állítható, hogy a zsidókhoz írt levél az a 110-es egyrészt, ugye a 110-es Zsoltárra épül. Olvassuk hát el a 110. Zsoltárt. Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségédet lábad zsámójává nem teszem. Hatalmat párcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségét között. Néped önként követ szent öltözetben, a sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jön, jött harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr: Nem bánja meg, pap vagy te örökké, melkisédek módján. Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján, ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holtestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. A patokból iszik útközben, azért emeli föl a fejét. Az Ószövetség tele van Krisztusra mutató szavakkal, kifejezésekkel, képekkel, párhuzamokkal illetve olyan emberekkel, olyan személyekkel, akik valamilyen módon reprezentálnak valamit Krisztusból. Ilyen például Dávid is, akiről még lesz ma szó. És ezeket a messiásra mutató, messiásra utaló szavakat, kifejezéseket, képeket, párhuzamokat már Krisztus előtt is csokrokba szedték, csokrokban gyűjtötték és próbálták beleilleszteni ezeket, amikről tudták, hogy ez a messiásról szól, próbálták beleilleszteni a mesiásról alkotott elképzelésükbe. De ez nem mindig sikerült, illetve tudták egy bizonyos részekről, hogy na ez most a messiásról szól, de nem tudták igazán beleilleszteni, mert nem illett sehova. Hiszen, mint ahogy már elmondtam, az Ószövetség, mint egy mozaik képként, látta a messiást, vagy mint te üvegen keresztül tekintett a messiásra, és látta a körvonalakat, de nem látta élesen a képet. Nem tudta beazonosítani normálisan a messiást. És a 110. Zsoltár egy olyan bibliai szakasz, amiről pontosan tudták, hogy az egész Zsoltár a messiásról szól, a messiás személye jelenik meg a 110. Zsoltárba, de nagyon nehezen tudták beléleszteni a messiásról szóló képanyagba, a messiásról szóló elképzelésükbe. A 110. Zsoltárt egyébként az új szövetség egy 14 alkalommal idézi. Maga Jézus is előhozza a 110. Zsoltárt, és feltesz vele kapcsolatban egy kérdés a farizeusoknak, amire ők nem tudnak válaszolni. Lapozzunk is oda a Máté Evangélium 22-es fejezetéhez. Máté Evangélium 22-es fejezete, és ott pedig a 41-es igevestől a 46. igevelsig tartó szakasz nézzük meg. Olvasom is. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményetek Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik, hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az úr az én uramhoz, ő az én jobbrom, jobbomra, míg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? de senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezi sem, mert őt többé senki attól, attól fogva. Ezt a Zsoltárt ismerték, tudták, hiszen Jézus azt mondja, hogy Dávidnak a fia, igen, azt mondjátok, hogy, hogy a messiás, ugye Krisztus meg messiás ugyanaz, csak az egyik görög, a másik meg héber. Tudjátok, hogy Dávidhoz kötődik, mi tudtuk rá azt, hogy fia? Akkor hogy mondja itt ez a Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára a messiásról, hogy ő ura? És hogy ura, ez egy kritikus pontja a Zsoltárnak. És kritikus pontja annak is, amiért Jézus ezt fölhozza, ezt a Zsoltárt. És mindjárt majd meglátjuk, hogy miért annyira kritikus pont ez, hogy ura Dávidnak. Mi természetesen Jelentősen könnyebb helyzetbe vagyunk, hiszen ismerik a messiást, egyre jobban ismerik a messiást, például a zsidókhoz írt levél is azért van és azért tanulmányozunk, hogy jobban ismerik a messiást, jobban ragaszkodjunk hozzá, és világosabb képünk legyen a vele való kapcsolatról. És ezért jobb legyen a vele való kapcsolatunk. És most merüljünk bele a 110. Zsoltárba, ami, mint már elmondtam, teljes egészében Krisztusról szól. Így kezdődik ez a Zsoltár, hogy Dávid Zsoltára. Nem Dávidról szóló Zsoltár, hanem Dávid Zsoltára. Persze vannak Dávidnak személyes Zsoltára is, ahol egyes szám első személyben beszél, de ez nem az. Itt nem beszél sehol sem egyes szám első szemében. Itt valaki másról beszél. Bár itt egy koronázásról van szó, de mégsem magáról beszél Dávid. Nem a saját koronázásáról beszél. Nem azt mondja, hogy így szól az úr hozzám, ülj a jobbom felül, mint ellenségédet lábadzsámójával nem teszem. Nem ezt olvassuk, hanem így szól az úr az én uramhoz és Jézus Krisztusról beszél, a messiásról beszél, róla ír. Mert hogy tudta, hogy valahogyan, valamiféleképpen isteni személy lesz az ő utóda. Fia lesz, de ura lesz. És a fia természetes idézőjelbe téve, hiszen Dávid uralkodása, születése, élete és Jézus születése között mintegy ezer év telt el. Tehát jó néhány generáció múlva született meg a messiás. De Dávid látta, és meglepően élesen a lélek vezetésében, meglepően élesen látta a messiást. Ezért lehetne ennek a a az az első bevezető része, nem csak Dávid Zsoltára, hanem lehetne az, hogy Dávid Zsoltára a fiúról. Vagy Dávid Zsoltára a fiáról, aki úr. Vagy Dávid Zsoltára a fiáról, aki az ő ura. Nézzük hát tovább. Így szól az úr az én uramhoz. Itt tulajdonképpen egy beszélgetés tárul a szemünk elé. Két úr beszélgetését írja le egy harmadik úr a Szent Élek ihletése alapján. És az eredeti szövegben, és a, a magyarban is, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt megkülönbözteti a két urat. Az egyiket úgy írja, hogy nagy ú, nagy R, vagy hát kiskapitális R, és utána az úr, a következő úr egy kis U és kis R. Tehát mintha akár valaki úgy is magyarázhatná, és biztos, hogy vannak ön szekták, akik úgy is magyarázzák, hogy itt minőségi különbség van a két úr között. De ez nem jelenti azt, hogy minőség lenne a két úr között. Az nem jelenti a minőséget, hogy az egyik úr a Jahve szó szerepel az egyik úrnál, a nagy úr nagy vagy hát jobban mondva a JHVH, mert nem tudjuk pontosan, hogyan kell kimondani. A másik név pedig az Adonai szerepel. A görögben mind a két helyen a kúrió szó van. Tehát a 70-es fordításban, szeptogintában mind a két helyen a kúriós, az az úr szót használja, amit Jézus is használt magára és Istenre. De a zsidók, mivel nem ejtették ki egyébként az első nagyú nagyert, vagy azt a héber betűket, amik a helyén álltak, tehát a JHVH-t nem ejtették ki, nem olvasták ki, hanem helyette egyébként az Adonajt használták. Tehát ha a héberek ezt a szöveget olvasták, akkor nem kicsit odatéve az Adonájt az urak helyére. Így szól az Adonáj az én Adonájomhoz. Az úr az úrhoz. Így szól az úr az úrhoz. És mivel hogy nem mondták ki a JHVH-t, nem helyette az Adonai szót használták, ezért később, amikor punktálták, tehát az addigi csak más hangzós írásukat magánhangzókkal látták el, mert annyira elgörögösödött a zsidóság, hogy félő volt, hogy elveszik a nyelvük, nem tudják majd kimondani pontosan a szavakat, ezért magánhangzókkal látták el, hogy pontosan tudják azt, hogy mikor mit mondanak ki, amikor ide jutottak, vagy amikor olyan szavakhoz jutottak, olyan részekhez, ahol a JHVH volt, mivel hogy nem igazán tudták, hogy hogyan kell kimondani a JHVH-t, és egyébként is Adonájt mondtak helyette, az Adonájnak a magánhangzóit punktálták a JHVH-ra. Ezt olvasta ki szerencsétlenül egy szerzetes a 13. században, és úgy olvasta ki, hogy Jahve. De a zsidók sohasem tervezték, hogy egybeolvassák ezt a két szót. A legnagyobb őrültség egybeolvasni ezt a két szót. A Jehovának, magának a Jehova szónak semmi értelme nincsen. Egy műszó, amit utána a teológusok ugyan használtak, de Semmi köze nincs az eredeti szóhoz. Két különböző szó az egyik szóból vett más hangzók, a másik szóból vett magánhangzók keveréke ez a szó. Tehát, mint az előbb láttuk, az Úr beszélt az Úrral. Isten beszélt Istennel. Mi a beszélgetésük témája? A beszélgetésük témája a győzelem. A totális győzelem amire tulajdonképpen időzelbetéve betéve ítéltetett a messiás. Mond itt egyszerűség kedvér, használjuk úgy, hogy az atya Krisztusnak. Azt mondja, hogy ő, vagy a fiúnak, ugye, ő az aktív hatalmi pozícióba. Tulajdonképpen kezdj el ismét szuverén módon uralkodni. Vagy mivel, hogy utána, mint egy ezzel ellentétesen mondja az, hogy ellenségeidet pedig legyőzöm, hogy ítélkezhess felettük. A lábad alá vetem őket. Azért mondom, hogy ez egy kicsit ellentétes dolog, mert ha valaki azt mondja, hogy na akkor most foglalj helyet, ülj hatalmi pozícióba, és kezdj el uralkodni, majd utána azt mondom, hogy, hogy oké, okay, odaöltél, odaültél, uralkodsz, de én én csinálom, meghelyetted az uralmat, azaz alábad alá vetem az ellenségeket. Tehát két aktív szereplőt látunk itt. Két aktív státuszban lévő szereplőt látunk itt. A fiú, aki visszahelyeződik az aktív uralmi státuszába, meg az atyát látjuk itt aktívan uralkodni. De ez nem azt jelenti, hogy a fiú, az atya jobbján ül, azaz hatalmi, uralmi pozícióba került, nem azt jelenti, hogy átveszi a szerepet az atyától, hanem hogy visszakerül a szerepébe, és mint ahogy szoktam mondani, a Szent Háromságon belül akarat és cselekvési egység van. És Krisztus visszakerül ebbe a tökéletes hatalomban is megnyilvánuló akarat és cselekvési egységbe. És azért mondom, hogy hatalomban is megnyilvánuló, mivel amíg itt a földön szolgált Krisztus, addig is megvolt az Atyával az akarat és cselekvési egység, hiszen többször hivatkozik Jézus arra, hogy én nem mondok és nem teszek más, csak amit az Atyától láttam. Csak amit az Atya akar, hogy tegyek, azt teszem, amit az Atya akar, hogy mondjak, azt mondom. Tehát itt is tökéletesen megvalósult, megmutatta nekünk, hogy tökéletesen meg tud valósulni Istennel ez az egység. De a feltámadása után ismét hatalomban is megnyilvánul ez az egység. És hogy mit jelent ez a kép, hogy ellenségédet lábad zsámójává nem teszem? Ezt pedig láthatjuk a Józsié könyvében. Józsué könyvének tízes fejezetében foglalják el, Józsué foglalja el az, az országot, és a tízes fejezet 22-es igeversében, igeversétől a következőt olvashatjuk. Akkor ezt mondta Józsué, nyissátok ki a barlang száját, és hozzátok ide hozzám azt az királyt a barlangból. Így cselekedtek, odavitték hozzá a barlangból azt az öt királyt. Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jarmut királyát, Lákis királyát és Eglon királyát. Miután odavitték ezeket a királyokat Józsuéhöz, Magához hívatta Józsui az izraeli férfiakat mint, és ezt mondta a harcosok vezéreinek, akik fele jártak. Jöjjetek ide, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Azok oda mentek, és rátették lábukat azok nyakára. Ekkor azt mondta nekik Józsui, ne féljetek, és ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak, mert így tesz az úr minden ellenségetekkel, akikkel harcolni fogtok azután levágta őket Júzsui, megölte, és felakasztott őket őt fára. Tehát látjuk azt, hogy mit jelent ez a, ez a kép itt, a 110. Zsoltárban. Az, hogy lábad zsámójával nem teszem az ellenségédet, ez azt jelenti, hogy ítélkezik az ellenségein, hogy legyőzi az ellenségeit, hogy összetöri az ellenségeit. Mint egyébként a Protoevangéliumban, Mózes első könyvének harmadik fejezetének 15. versében azt olvashatjuk, hogy a fiú, az asszony magva, az a sátán fejét tapossa. Azaz megöli, kivégzi, végez vele. Itt is ugyanazt látjuk, legyőzi az összes ellenségét. Minden ellensége a lába alatt lesz. Tehát látjuk, hogy Krisztus a feltámadás után aktív uralmi pozícióba kerül ismét. De ezt a Szent Háromság gyakorolja, ezért is az Atya saját uralmi aktivitását az ellenségek legyőzéseként és Krisztusnak való átadásként jellemzi. De ezzel nem más hangsúlyoz, hanem a közös, győztes uralkodás hangsúlyozza mindenen míg az ellenségeken is. A második igevers. Hatalmat pálcáját kinyújtja az úr Sionról. Uralkodj ellenségéd között. Miről van itt szó? Az Eszter könyvének az ötödik fejezetében látjuk, ahogy miután Hámán a királyt rávette arra, hogy a zsidókat ölesse majd meg, utána Mordákely ráveszi Esztert, aki zsidó származású volt, hogy menj be a királyhoz, és beszélj a királlyal. De abban az időben nem lehetett csak egyszerűen bemenni a királyhoz. A királyhoz az járult, aki előtte ezt leveszélt a királlyal, vagy a király önmaga akarta, hogy az az illető hozzá járuljon, hivatta őt. Hivatlan a király elé menni azt jelenti, hogy az illető az ő idejét és az ő ügyét fontosabbnak tartja, mint a királynak az idejét és a királynak az ügyét. Ezért Eszter tudta, hogy mennyire kockázatos a király elé járulni meghívás nélkül. Így félt a hasvéros király elé lépni. De a zsidók az a saját ügyei miatt is muszáj volt, és amikor bement, akkor azt olvashatjuk ott az Eszter könyvének az elején, az ötös fejezetnek az elején, hogy a király kinyújtotta az ő királyi pálcáját. És Eszter pedig odament, és megfogta a pálcának a végét. Ezzel a király kinyilvánította az, hogy én fogadom az ő közeledését. Mert a királynak joga lett volna bármire. A királyi pálca azt szolgálta, azt a jogot mutatta, nem véletlenül hogy hívják jogarnak a dolgot, bár én etimológiák nem néztem utána, de a jogarba ben van a jog. Azaz ez a királypánca jelképezi azt, hogy az illető az teljes joggal, teljes uralmi körrel van jelen. Élet, halál felett rendelkezik. Egy személyében, a király személyében ura és ítőlője mindenkinek. És az ő országába teljes telj hatalommal bír. De természetesen, ha egy király elmegy egy másik királyhoz, lehet, hogy magával viszi a, király párcáját vagy a jogarját, de abban az országban, ahova elmegy, ott ez a párca ez nem ér semmit. A királynak a jogarja az nem ér semmit, hiszen ott egy másik jog uralkodik. Egy másik király uralkodik. De itt azt olvashatjuk a második igeversben, hogy amikor Krisztus kinyújtja az ő királyi pálcáját, akkor ő nem csak az ő népe felett uralkodik, nem csak a kereszények fölött uralkodik, nem csak az őt szeretők fölött uralkodik, hanem uralkodik az ellenségei között is. Sokan nem hiszik azt, hogy egyetem van Isten, de Isten uralkodik rajtuk. Sokan nem törődnek Istennel, de Isten uralkodik rajtuk. Mert Isten mindenhol úr és ő az ő akaratát szuverén módon hajtja végre, és szuverén módon hoz döntéseket. És hála Istennek, hogy ő a Bibliában közli, hogy mik a feltétele, mi alapján hozza ő meg a döntéseit. És azt olvashatjuk itt, hogy a Sionon van. Mert hogy a zsidó elképzelésben Isten trónja a Sion, hiszen ott állt ugye most sziklamecset álló, de ott állt a templom. Így onnan uralkodik még az ellenségén is. És azt pedig tudjuk egyébként, hogy mind az ő ellenségei voltunk. Mind a sátán szövetségesei voltunk. Mind az engedetlenség fiai voltunk, ahogy ezt az Efézusi levél második fejezetének második igevelse is elmondja rólunk. És azért, egyedül azért tudtunk megtérni, mert bár az ő ellenségé voltunk, de ő az ellenségé között is uralkodik, és magához a saját seregébe mentett át minket. És ma is ment át egyeseket. Ha ő nem uralkodna az ellenség között, akkor mi nem lennénk, nem is lehetnénk keresztények, nem lehetnénk az övéi most pedig az övéiként részt veszünk az ő ellenségéi közt a mentőakcióban. És ezért folytatja így, ezért van itt ez a harmadik igeves, hogy néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Azaz, az előbb még az engedetlenség fié voltunk, és a megtérésünk az ő mentőakciója után az engedelmesség fiaivá lettünk, és úgy is viselkedünk, mint akik engedelmesek. És bár a terep az ellenséges, de bátran és szívből Krisztus seregében harcolunk a lelkekért. szent öltözetet pedig azért mondja, mert ennélkül lehetetlen Istent követni, lehetetlen Istennek tetszeni. Nem csak hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hanem szentség nélkül is lehetetlen Istennek tetszeni. Mert hogy pont a szentség jelenti azt, hogy valaki engedelmes, és követi Istent. Mert a szentségtelenség azt jelenti, hogy valaki nem követi Istent, valaki nem engedelmeskedik Istennek. De persze, természetesen ez nem jelent tökéletességet, ez nem jelent teljes tökéletes abszolút szentséget, mert ezzel csak Isten jellemezhető készséget jelent ez a követésre. Készséget jelent ez az engedelmességre. Majd ennek a harmadik igeversenek a második fele egy érdekes képet tár a szemünk elé. És nem csak, hogy érdekes ez a kép, hanem nagyon nehezén fordítható is. Például ilyen variánsok vannak ugye arra, hogy mint hajnal méhéből jött harmad olyan a te ifjúságod már ez szerint a fordítás szerint, de a kádi szerint például a hajnalcsillag előtt minden harmatot, mint harmatot nemzettelek téged. Vagy a kecskeméti, a piros hajnal méhéből lesz neked harmat ifjúságod, vagy a, a Károlyi, a 2011-es revírált károi, a hajnalpír méhéből jön ifjúságod hajnala. Vagy a Szent Isván Társulatnak a Bibliája azt mondja, hogy anyád méhétől kezdve ifjúságod hajnala óta. Tehát nagyon változatos az, hogy hogyan fordítja le ezt a szakaszt. De mi ez a kép, és hogyan jön ide? Láttuk a trón ismét elfoglalását, hogy Krisztus a feltámadása után ismét uralmi pozícióba helyezkedett. Láttuk az uralkodás és annak az eredményét, ugye az mi vagyunk, hogy az ő népe, aki szent öltözetben önként, hűségesen, engedelmesen követi őt. Most ennek a munkának a jellemzését írja le. Ennek a népgyűjtésnek a jellemzését írja ő le. És amint látjuk ezt a munkát, az jellemzi, hogy láthatatlan. Nem az eredménye láthatatlan, hanem maga a folyamat láthatatlan. Hiszen például a második versben ugye azt mondja, hogy hatalmat pálcát kinyújtja az úr a Sionról. De ha elmegyünk mi Izraelbe, felmegyünk a Sionra, akkor látjuk ezt, látjuk Krisztust, amint a karját kinyújtja a pálcával? Nem látjuk. Ha körülnézünk, és meg kéne tippelnünk mondjuk, a városból összeszedünk száz embert, meg kéne tippelni, hogy melyikben milyen munkát végez a Szentlélek, ki fog következőnek megtérni, akkor nem tudnánk megmondani. Mert hogy nem látjuk a munkát, amit Isten végez az emberekbe, csak úgy, hogy ránézünk az emberekre. Nem látjuk. Akkor látjuk meg, amikor megtörtént, amikor megtért az illető. Az lehet egy látványos fordulat. Ugyan a János 3.8-ban is azt mondja Jézus, hogy a szél arra fúj, amerre akar, halod a zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Azaz Isten titokban végzi, lepel alatt végzi azt a munkáját, amit végez. Végzi ezt az uralkodást. Végzi az ő mentő munkáját. Téríti meg az embereket vagy a szent legszüli úja az embereket, ha már egyszer itt, a, itt egy méhről van szó, a hajnal méhéből jött harmat. De mi ez a harmat? Mi jellemzi a harmatot? A harmat, az frissesség, az megújulás, az, az, egy táplálék. De ez jellemzi azt, hogyan Isten a népét állandóan életbe tartja, és állandóan gondozza, állandóan táplálja. Ahogy gondoskodik róla. A szinte időnként a semmiből gondoskodik róla. Hiszen azoknak az embereknek a harmattal kapcsolatban az volt a tapasztalata, hogy az eső nem esett, nem volt árvíz, mégis reggel kimennek, és vizes a fű. Honnan jött ez a víz? Ha nem volt eső, ha nem ömlött ki semmi, akkor honnan van itt ez a víz a füvön? a terméseken, a földön. Isten abszolút gondoskodását látták ebben, és természetesen jól is látták. És ez mutatja nekünk azt, hogy Isten mennyire gondot visel az ő népén. Mennyire szereti az ő népét. És frissen tartja az ő népét. Negyedik igevers. Megesküdött az úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, melkisédek módján. Erről még nagyon sokat fogunk beszélni, hogy kicsoda melkisédek. Most csak pár gondolat. Az első, melkisédek, mint harmat, egyszer csak minden előzmény nélkül feltűnt. Ahogy valamilyen mértékben Jézus is előzmények nélkül hirtelen váratlanul jelent meg. Az Ószövetségben rengeteg, több száz jövendőlés van Jézust illetőek. Több száz jövendőlés van, hogy Isten igenis le, fogja, le fog szállni a mennyből, és meg fogja szabadítani az ő népét. Ezt tudták. Még azt is tudták, hogy Betlehembe kell megszületnie. Láttuk, hogy a, a három mágus elment Heródes udvarába keresni az újszülöttet, keresni a királyt, és Heródes bölcsei meg tudták mondani, hogy igen, Betlehembe kell megszületnie. A bölcsek valahogy megtudták, hogy mikor kell megszületnie, de valamilyen okból. Annak ellenére, hogy a bölcsek elmondták nekik, hogy igen, most van az ideje annak, hogy megszülessen, és annak ellenére, hogy volt egy nagy váradalom is Jézus megjelenését, illetve a szabadító megjelenését, a messiás megjelenés illetően, hiszen Jézus korában, Nagyjából 40 messiás lépett fel, amik közül, amilyen messiások, fellépő messiások közül csak egyedül Jézus Krisztus volt. Természetesen a hiteles messiás, a többi 30 valamennyi azok álmessiások voltak. Tehát volt egy nagyon nagy váradalom a messiás megélését illetően. Mégse mentek le megünnepelni azt, hogy itt van a messiás, hogy most kellett megszületni a messiásnak. Nem tartottak egy nagy messiási megszületési évet. Tehát látjuk, hogy bár voltak jövendölések messiás megjöv... megszületését illetően, de mégis, mint egy váratlanul érkezett meg, született meg a messiás. A második gondolat, második észrevétel, ami itt röviden elmondok meg kapcsolatban, hogy a papsága nem volt szokványos papság. Hiszen nem az Isten által Mózesnek, illetve Áronnak adott papságnak volt ő a része. Mégis Ábrahám tizedet adott neki, azaz elismerte az ő papságát, elismerte az Istentől valóságát. Ahogy Jézus sem Ugye nem Lévi leszármazottja volt, hanem Dávid ágán volt, de mégis pap volt. A harmadik, hogy királyok hódolnak neki. És ebben meglátjuk Jézussal is a párhuzamot. Hiszen Jézus, bár királyok itt a szolgáltak közben nem hódoltak neki, de Jézus Krisztus a királyok és uraknak az ura, azaz hódolnak. Most is van biztos olyan király, vagy állami vezető, aki kereszény, és most is hódol Krisztusnak. De egyszer majd minden királynak a térde meg fog hajolni Krisztus előtt. Negyedik, maga a név. Melkisédek név azt jelenti, hogy az igazság királya, vagy az igazságosság királya. Azaz bár Melkisédek pap volt... De király is egyben, és ilyen módon egyetlen az Ószövetségben. De Jézusa is igaz az, hogy ő egyszerre király, egyszerre pap, és egyszerre proféta is. Továbbá igaz az rá, hogy ő ténylegesen az igazságosság királya. Nála igazságosabb király soha sem lesz, és nem is volt. Az ötödik. Az, hogy örök. Jézusra is igaz, hogy Jézus, ami örök, főpapunk és közben járunk. Nincs szükségünk más papra, más közben járóra. Egyedül rá van, állandóan, mindig szükségünk. 5-6-os hetesége Az Úr van jobbodom, királyokat zúz össze, haragja napján ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holtestek lesznek, összezúzza sok ország fejét, patakból iszik útközben, azért emeli föl fejét. Ez már a végső idő képe. A nagy végső ítéletnek a képe. Ami elő senki sem menekülhet, ezért látjuk itt a hetes igevesből, hogy patakból iszik útközben, azért emeli fel a fejét. Senki sem menekülhet, mikor pihen, mikor a szomját oltja, a közben is figyel, figyeli az ellenségét figyeli az, hogy ki hova menekül, pontosan szemmel tart mindenkit, és valóban senki sem menekülhet meg. Mindenki meg fog állni Krisztus ítélőszéke előtt. Mindenki. Senki nem tud megmenekülni. Senki nem tud sehova elbújni. Senki nem tud lefüzetni senkit sem. Kivétel nélkül mindenki meg lesz ítélve a cselekedetei szerint. És maga ez a kép, amit le van írva az 5-6-os igeversben, látható a jelenések könyvének a 19. fejezetében. Jelenések könyve 19. fejezetének 11-es igeversétől így szól az Isten igéje és láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül, és vérbe mártott ruhába volt öltözve, az a, ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyi és seregek követték őt fehér lovakom, tiszta fehér gyócsba öltözve, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenhajtó Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva, királyok király és uraknak ura, és láttam, hogy egy angyal áll abban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madároz, amely az ég közepén repült. Jöjjetek, gyülekezettek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovakúsát és rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolgakúsát, kicsinyekét és nagyokét, és láttam, hogy a fenevad meg a föld királyi és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de fogjul esett a fenevad és vele együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették és imádták az ő képmását, élve vettetett mind a kettő a kézzel, a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megülettek a lovon ülő kardjával, amely a szájában jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Egy kicsit bővebben így írja le ugyanezt, ugyanezt a történést a jelenések könyve. Ez valóság. Tulajdonképpen, ha valaki el akar kezdeni egy nagyon hosszú tanítássorozatot a 110. Zsoltár alapján, akkor nagyon egyszerűen el tudja kezdeni. Hiszen Jézus Krisztus az evangéliumokban tulajdonképpen erről tanított, amit a 110. Zsoltárban megjelent. Nagyon jól bizonyos részeit, szavait be lehet azonosítani Evangéliumi tanítások és evangéliumi történetekkel. Ez a valóság, ami ide le van írva. És ha ez a valóság, amit nagyon összesűrítve látunk ebben a zsoltárban, ha ez a valóság, akkor ezt nem tévezhetjük szem elől. És ha e, e szerint élünk, ennek a valóságnak a tudatában éljük az életünket, akkor nem veszítjük el a célt. Akkor az életünk az értelmes, akkor értelmes életet tudunk élni. Minden összhangban van a 110. Zsoltárral, amit az Új Szövetségben olvasunk. Például azért írja Pál a Szentlék ihletése alapján a, a Róma 8-nak a végén, hogy kiválaszthatnál minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelm, vagy fegyver, hiszen meg van írva, teért egy gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyolok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más remény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Miért mondja ezt? Azért mondja, mert Krisztus az ellenségé között uralkodik, és mi ott vagyunk az ellenségek között és minden ebben a világban megpróbál bennünket elválasztani Krisztustól. Minden megpróbál bennünket elválasztani, eltéríteni, valamilyen módon valami mást felkinálni, amivel túl tud járni a világ az eszünkön, és amit Krisztus ad nekünk, azt lecseréljük világi dolgokra. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Mentalista című filmet, vagy láttátok-e egy filmsorozatot, vagy valamelyik részét láttátok-e? Ebbe a filmben bemutatták azt, bemutatta a Mentalista azt, hogy hogyan tudja úgy elterelni valakinek a figyelmét, például egy almával, fog egy almát, odaadja valakinek, az illető arra koncentrál, amit ő kap, és megpróbálja megfogni az almát, közben a Mentalista kiveszi a kezéből a táskát, és az illető csak akkor veszi ezt észre, amikor a táska már a mentalistánál van. Ilyen a sátán is. Ilyen ez a világ is. Hogy megpróbál valamit adni nekünk, elterelni a figyelmet arról, hogy mit adott, mink van Krisztustól, és szépen kicseréli arra, amit ő akar nekünk adni. Van nekünk valami kincsünk, a ő ad valami bizsút, lehet, hogy a szebben ragyog. Már emberi szem, szemmel nézve szemben rag, ragyog. Hiszen annál szebben nem ragyoghat semmin számunkra, amit Isten ad nekünk. Annál semmi ne, sem lehet becsesebb, mint amit Isten ad nekünk. Hiszen azért Isten, hogy azt nekünk adhassa, a fiát adta. Semmi sem lehet becsesebb. Annál, amit Ő ad nekünk. Tehát ne keseredjünk el, ha mindenhol ellenséget érzékelünk magunk körül. Ha az emberek kigúnyolnak, hogyha megpróbálnak nevetség tárgyává tenni bennünket, hiszen Krisztus velünk van, ha bármi történik velünk, ezzel a világban, az Krisztusban történik velünk, és soha ne felejtjétek el. Sosem vagyunk egyedül. Egyetlen egy gúnyt vagy rossz szót sem kell egyedül elviselni, hanem mindegyik gúny és rossz szó Krisztus is illeti, amivel bennünket illetnek. Nem egyedül vagyunk ebben a harcban, ellenséges földön vagyunk, de nem egyedül. Olyan van velünk, akinek a király pálcája hathatós, és most is jelen van, itt is jelen van. Ezért bátran mehetünk, és bátran harcolhatunk Krisztussal ebben a világban is. És csak így érdemes harcolni vele együtt szentségben, neki engedelmesen. Amen.